Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Bokréta ünnep a Tudás Központnál, az épület elérte a legmagasabb pontját. Sportcsarnok átadás Győr könyvben, 46 millió forintból valósult meg a beruházás. Megújult az óvoda Kistormáson, teljes belső átalakuláson esett át az intézmény. Adomány a kórháznak, harmadik alkalommal segítettek vadászok a szekszárdi gyermekosztálynak. Megtartották a Tudás Központ Bokréta ünnepét. A hagyomány szerint akkor tartanak ilyen eseményt, ha egy épület eléri a legmagasabb pontját. A szekszárdi Tudás Központ épületén már lengeti a szél a szalagokat. Az ünnepségen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, olyan beruházás készül itt a kormány támogatásával, ami egész Tolna megye számára kiemelt fontossággal bír majd. Szekszárd fejlődésének kiemelkedő beruházása a Tudás Központ leendő épülete elérte az építésének legmagasabb pontját. Az építők és az építetők számára mérföldkönnek számító pillanatot rövid ünnepséggel tették emlékezetessé, melyen felszólalt Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, aki arról beszélt, a kormányzat kiemelten kezeli a kultúra ügyét. Soha nem fordult elő a magyar történelemben, hogy annyi kulturális beruházás épült volna közpénzből, mint az elmúlt 10 év során. Hozzátette, a Covid alatt sok szó esett a gazdaság újraindításáról, de a kulturális élet fellendítése legalább annyira meghatározó volt az ország környezete számára. Most, hogy itt elkészül egy éven belül egy új kulturális központ, egy könyvtár, egy levéltár, egy újabb szintere lesz a Tolna megyeieknek, ahol találkozhatnak, ahol a helyi identitásukat, a magyarságukat, a keresztény kultúrájukat ápolhatják. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, az itt megvalósuló közösségi terek szolgálni fogják Tolna megye minden lakójának érdekeit. Ez az épület egy olyan emblematikus épülete lehet a városnak és a megyének, ami kifejezi azt a fajta kulturális hagyományt és hagyatékot, amelyet örökölt Szekszárd város, és amelyeket jó gazda gondosságával kell ápolni, de ezek a funkciók, amik itt megvalósulnak, az egész megye kulturális és tudományos életét fogja szolgálni. Horváth István arról is beszélt, a kiköltözést követően a következő feladat a Vármegye háza rehabilitációja lesz, melyben a megyei levéltár tevékenykedik ma még. Megítélése szerint a patinás épületet jelen állapotában alig használja a közösség, így jövőbeni felhasználásáról hamarosan döntést kell majd hozni. 2654 új koronavírusos megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.851.871 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 40, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 45.470 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, az aktív fertőzöttek 99.675-en vannak már csak. 1865 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében 48 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 39.222-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Az egykori 70 helyett most már 480 négyzetméteren folyhatnak a testnevelés órák Győrkönyvben. A 46 millió forintból megvalósult beruházásnak köszönhetően nem csak a gyerekek próbálhatnak ki olyan számukra új sportágakat, mint a röplabda, a kosárlabda vagy a tenisz, de a helyi felnőttek is igénybe vehetik a csarnok nyújtotta lehetőségeket. Süli János, a Paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó ünnepségen azt mondta, ezekkel a beruházásokkal a gyerekek hosszú távú fejlődését biztosítják. Átadták a Győrkönyi Német Nemzetiségi Általános Iskola tornacsarnokát. Az intézményben tanuló diákok a régi 70 négyzetméteres tornaszoba helyett már 480 négyzetméteren mozoghatnak. Süli János, a Paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a fejlesztési beruházások fontos hatással lehetnek a lakosságra nézve is, ugyanis ezáltal vonzóbbá válhat egy település. Mi azt is képviseljük, hogy az ilyen kis településeken is vissza tudjanak jönni a fiatalok, a gyerekek nyugodt körülmények között jó levegő járjanak iskolába,
szülők esetleg jó utakon tudjanak bemenni dolgozni a nagyobb településekre, és akkor itt ez élhető kis település tud maradni, fejlődni tud. Krausz Jánosné, a Györkönyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy 2018 óta működtetői és fenntartói a helyi általános iskolának, melyen az utóbbi években közel 60 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket. A településen élő nem csak svábok, hanem az egész település lakossága szempontjából nagy jelentőséggel bír. Mi egy pici település vagyunk, alig 1000 lakossal, és mi számunkra ez egy hatalmas beruházás, ami mind anyagilag, mind egyéb források szempontjából nagyon nagy jelentőség. Kövérné Horváth Szilvia intézményvezető kifejtette, hogy a tornaterem megújulásával lehetőség nyílik a gyerekek számára új sportágak kipróbálására, ilyen például a röplabda, a kosárlabda vagy a tenisz. Rendkívül nagy jelentősége van az iskola életében ennek a létesítménynek. Korábban egy 70 négyzetméteres tornaszobában zajlottak évtizedek óta a testnevelési órák. A megújult létesítmény segítséget nyújt az intézményben tanuló diákok szellemi és testi fejlődésében egyaránt. Az egyik leggyorsabban újrainduló ország lettünk, mondta Varga Mihály a napokban tartott gazdasági konferencián. A pénzügyminiszter azt is hozzátette, hogy ha a legfejlettebb országok átlagát nézzük, a magyar gazdaság a járvány előtti és az azt követő időszakban is jól reagált, ezért nem kellett külső segítséget kérnie a válság kezeléséhez. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a beruházási ráta tavaly 27% körül alakult, ezek a vállalati fejlesztések nem sokára termelőre fordulnak, és ösztönzik a növekedést. Megemlítette azt is, hogy a reálbérek 3,4%-os növekedése és az alacsony munkanélküliség is a magyar gazdaság válság állóságát mutatta. Le tudtuk bizonyítani azt, hogy nem csak konjunktúrában, hanem az újraindításban is gyorsan tud növekedni a magyar gazdaság, tehát a szerkezete stabil és képes arra, hogy a növekedési lendületét visszanyerje. Meg tudtuk őrizni a munkahelyek számát, sőt ezek számát növelni is tudtuk. Van még tartaléka a magyar foglalkoztatási rendszernek, tehát el lehet érni ezt a szintet, és ha a 10 milliós Csehországban 5,1 millió ember dolgozik, akkor Magyarországon sem szabad ezt feladni. A teljes foglalkoztatás a cél, minden munkát kereső ember találhasson magának munkalehetőséget. Közel 18 millió forintból újították fel a Kistormási óvodát. Sikeres pályázatnak köszönhetően belső tatarozáson esett át az intézmény. A felújítás keretein belül a teljes villamos hálózat cseréjét megvalósították, valamint új vizes blokkot is kialakítottak az intézményben. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az Avatón elmondta, közel 400 millió forint fejlesztési forrás érkezett a térség óvodáinak megújulására. Átadták a Kistormási felújított óvodát. Közel 18 millió forintból kapott új festést, álmennyezetet és vizes blokkot az intézmény, továbbá átesett többek között belső nyílászáró, járólap és linóleum cserén. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott, fontos, hogy kulturált környezetben nevelkedhessenek az itt lévő gyerekek, hiszen ők jelentik a jövőt a település számára. Ez a fejlesztési felújítás Kistormáson közel 18 millió forintba került. Örülök annak, hogy a Kárpát-medencében összesen, tehát Magyarországon, illetve a magyarok által lakott térségekben közel 3000 intézményt tudtunk felújítani, illetve újakat építeni. Fuzik Erzsébet, óvodavezető elmondta, örül, hogy a pályázatnak köszönhetően teljesen megújulhatott az intézmény belső része, ami segít abban, hogy az óvodába járó gyerekek otthonosan érezzék magukat ebben a környezetben. Teljes hálózatcsere lett a villanyhálózatban, a belső nyílászároknak a cseréje lett, mert a külsőket már egy korábbi pályázaton sikerült kicserélni, valamint a második termünknek az ajzata került felújításra, oda is került linoleum. Jelenleg 19 gyermek élvezheti a felújítás nyújtotta előnyöket, hamarosan azonban bővülni fog a létszám. 800 ezer forinttal támogatták vadászok a Szekszárdi Balassa János kórház gyermekosztályát. A pénzből speciális vérnyomásmérőket, váladékszívókat és egy szemészeti diagnosztikai eszközt vásároltak. Ennek az adományozásnak már több éves hagyománya van.
Az adományozó oklevelet adják át a jótékonysági vadászat országos és Torna megyei szervezői, a Balassa János Kórház munkatársainak. A befolyt 800 ezer forintból a gyermekosztály kapott orvosi eszközöket. Beszerzésre került az osztály mindennapi működéséhez szükséges váladékszívó készülékből 2. Ez egy mobil váladékszívó készülék, tehát nem szükséges konnektorba dugni, hanem akkumulátor működik, tehát sokkal mobilizáltabb, jobban tudjuk, könnyebben tudunk vele betegágy mellett is váladékot szívni. Ezek mellett speciális vérnyomásmérőket és egy különleges szemészeti eszközt is tudott vásárolni a kórház. Az országban 3 éve indult az az akció, melynek során jótékonysági vadászatot szerveznek évente egyszer, a befolyt összegből pedig kórházakat támogatnak. Ez idáig 124 millió forintot teremtett ez a program országosan, és 172 darab olyan új orvosi eszköz beszerzése történt, amely mind innovatív, korszerű, és a betegbiztonságot és a gyógyítási időtartamát növelik, illetve rövidítik. Németh Csaba, a kórház főigazgatója azt mondja, a vadászok már évek óta segítik a munkájukat a gyógyításhoz nélkülözhetetlen eszközökkel. Már harmadik éve folytatja azt a magyar egészségügyet, és talán mondhatom ezenből a gyermekgyógyászatot támogató tevékenységét, hogy minden évben jótékonysági vadászatot szerveznek minden megyébe, így Torna megyében is, és a jótékonysági vadászatból befolyó összegekből ugye a megyei kórházakat, megyei kórházaknak a gyermekosztályait támogatják. Az átadón Zsikó Zoltán, a Torna megyei önkormányzat alelnöke arról beszélt, hogy idén ők is szeretnének részt venni a jótékonysági vadászat népszerűsítésében. Azt gondoljuk, hogy ezen a napon a megye számos pontján tudna csatlakozni több vadásztársaság ehhez a kezdeményezéshez, és a megyei önkormányzattal kicsit ilyen szervező szerepet fogunk ebbe vállalni. A már hagyományos programot idehaza minden évben december 27-én tartják meg. Áprilisban elkezdődik a hazai földgáztárolók feltöltése a 2022-23-as gázévre. 1,87 milliárd köbméter földgáz betárolását írták elő az egyetemes szolgáltató számára, amit október 1-jéig kell a tárolókba elhelyeznie, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A tárolókban a lakosság biztonságos ellátása érdekében kötelezően elhelyezendő földgázkészlet mennyiségét a MEK az egyetemes szolgáltató területén az elmúlt 120 hónapban mért legmagasabb téli időszaki fogyasztást figyelembe véve határozta meg. A hazai földgáztárolók feltöltése áprilistól szeptember végéig tart. A hivatal közleményében kiemelte, hogy a lakosság biztonságos gázellátása a folyamatos behozatal és a hazai kitermelés mellett a tárolókban elhelyezett földgázkészletek garantálják. Az összes magyarországi tárolói kapacitás 6,33 milliárd köbméter. A Tolna megyei rendőrség autólopással foglalkozó fiatalkorú bandát kapcsolt le Bátaszéken. Az elkövetőknek nem ez volt az első törvény elleni kihágásuk, legutóbb Zombán követtek el hasonló bűncselekményt. Az elkövetők akár évekre is börtönbe mehetnek. Autólopáson kaptak 3 fiatalkorú elkövetőt a Tolna megyei rendőrök. A tettesek ellen egy 61 éves dunaújvárosi férfi tett bejelentést, akinek a lezáratlan személyi gépkocsiját tulajdonították el Szekszárd belterületéről. Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy a bátaszéki kollégák segítségének köszönhetően hamar a tettesek nyomára tudtak akadni. A fiatal fiúk közül 2 16 éves, egy pedig 14 éves volt. Őket elszámoltatták, majd ezt követően szekszárdi rendőrkapitányságra előállították, ahol a nyomozók jármű önkényes elvétele büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Hozzátette, a bandának nem ez volt az első bűncselekménye. Legutóbb egy zombai, szintén lopott gépjárművel parkoltak le egy kétyi, lakatlan ingatlan elé, amit meg is rongáltak. Elmondásuk szerint ezt megelőzően körülbelül 20 autóra próbáltak rányitogatni. Ezt az egy autót megtalálták, ami nyitott állapotban volt, ráadásul az indító kulcs is benne volt. Bele is öltek, és el is viharzottak vele. A 3 fiú elmondása szerint előre kitervelt szándékkal érkeztek Szekszárdra, hogy elkössenek egy gépjárművet. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Több mint 1 milliárdos beruházás, teljesen megújult a Mohácsi Széchenyi István Általános Iskola.
Diákok tették rendbe a hősök sírjait, egyre gyakoribbak a hasonló programok Kaposváron. Féltékenységből majdnem ölt, több évre rács mögé kerülhet a pécsi férfi. Több mint 1 milliárd forintból újult meg Mohácson a Széchenyi István Általános Iskola. Az intézményt kívül-belül korszerűsítették, de bővítés is történt, és az udvar is megszépült. A már évek óta áhított beruházás mintegy 700 diáknak biztosít modern környezetet a tanuláshoz. Palotástánccal avatták fel a diákok a megújult Széchenyi István Általános Iskolát Mohácson. A pályázati és kormányzati többletforrásból összesen mintegy 1 milliárd 150 millió forintból megvalósult beruházás már évek óta váratott magára. Az átadó ünnepségen elhangzott, hogy a több mint 125 éves épület teljes modernizálása és bővítése történt meg az elmúlt időszakban. A KLIK elnöke köszöntőjében elmondta, hogy az iskolafejlesztési projekt megkezdésének elején 60 milliárd forint finanszírozási összeget irányoztak elő. Ahhoz, hogy mindent sikerüljön megvalósítani, amit az egyes helyeken megálmodtunk, illetve megálmodtak a helyiek és a tankerületek polgármesterekkel és a helyi közösségekkel együtt, ahhoz biztos, hogy még pénzre van szükség. A 60 milliárdot jelen pillanatban 25 milliárd forinttal kellett már ahhoz kiegészíteni, hogy semmit se veszítsünk abból a tervekből, ami eredetileg elindult. Így a mohácsi intézmény is megújulhatott. Többek között a tetőzetet és a régi nyílászárókat korszerűkre cserélték, a termeket és a folyosókat kifestették és új padlózatot is kaptak, de a fűtést is modernizálták. A meglévő épület pedig új bejárattal, aulával és portaszolgálattal gazdagodott. Az udvart is teljesen felújították, új burkolatot kapott, megszépültek a zöld felületek és utcabútorokat helyeztek ki. Hargita János a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a pedagógus az iskola kulcsa, a tanárok pedig joggal elégedetlenek helyzetükkel, de, mint mondta, már tudja, hogyan fogják ezt korrigálni. Ezt már számtalanszor elmondtuk, ez az első döntéseink egyike lesz. A háború sok mindent beárnyékol, sok mindent újra kell számolnunk, de ebből biztos, hogy nem fogunk tudni engedni, hogy az iskolát, ha rendbe tettük, akkor a pedagógusok lelkét is hozzuk helyzetben a következőbe. Ez egy fontos lépés, amit meg fog tenni az utánunk következő új kormány, aminek én töretlenül hiszem, hogy részesei is leszünk. A rendszerváltás utáni évtizedek legnagyobb szabású iskola felújítási munkálatai fejeződtek most be. Mindez több mint 700 Mohácsról és a környező településekről odajáró tanulót érint. A somogyi hadisírok gondozásában évek óta egyre több középiskolás diák vesz részt. A toborzó iroda szerint egy-egy ilyen alkalom nem csak a hősök tiszteletére és hazafiasságra nevel, de a honvédelmi pályát is népszerűsíti. Ma a kaposvári hősök temetőjében hajtunk végre iskolai közösségi szolgálat keretében hadisír gondozási feladatot. Seprüket és lapátokat ragadtak néhány nappal ezelőtt a kereskedelmi és vendéglátóipari technikum diákjai a hősök temetőjében. Most egy érettségiző osztály segített rendbe tenni a sírkertet. Csapatmunkában elég jók voltunk szerintem. Gerebjézni kellett a faágakat, ugye, egy helyre hordani, ide az útnak a szélére ugye kihozni a leveleket, és hát szemetet nem találtunk. A középiskola programjának a hazafiasságra nevelés is része, a hadisírok gondozásában két éve vesznek részt. Nem csak a szakmára való nevelés fontos az iskolánk számára, hanem az, hogy jó embereket neveljük az iskolánkba, tehát megtanulják azt, hogy mi a bátorság és mi a hősök tisztelete. A hősök temetőjében egyre többször fogadják a diákokat, a toborzó iroda még sírgondozó heteket is tart. Nagyon fontos számunkra, egyrésztről ugye nyilván itt a múlt tisztelete miatt is gyakorlatilag ez a feladat egyik fontos, mondjuk úgy számunkra, illetve ugye a társadalmi kapcsolatok építése szempontjából is nagyon fontos, hiszen így tudjuk egyrésztről közelebb hozni a diákokat is a Magyar Honvédséghez. A temetőben összesen 1300 hadisír található az első és a második világháborúból. Életveszélyt okozó testi sértés miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen a Baranya megyei főügyészség. A vádlott 2021. szeptemberében ismerősét ököllel és bottal bántalmazta, neki életveszélyes sérüléseket okozott, akár 8 évet is kaphat tettéért.
Botok karók a fotókon, azon a helyszínen, ahol majdnem agyonvertek egy 60-as éveiben járó férfit. Az eset Pécsett történt 2021. szeptemberében. A házban italozott a sértett, illetve a vádlott élettársa. Az idős férfi az egyik pillanatban magához ölelte a nőt, ami, mint később kiderült, végzetes hiba volt. Ekkor lépett be a helyiségbe a vádlott, aki indulatba jött az ölelést látva, és ököllel ütlegelni kezdte a sértettet. A sértett az udvarra menekült, a támadó azonban oda is követte őt, tovább ütlegelte, bottal is megütötte és megrugdosta. Olyan erővel bántalmazta az idősebb férfit, hogy komoly sérüléseket okozott neki, ami majdnem az életébe került. A vádlott bántalmazásától a sértetnek több csontja eltörött, bordatörést, tüdőzúzódást, hasüregi sérüléseket, bélfodor és más sérüléseket szenvedett. A sérülések 6-8 hét alatt gyógyultak, a mellkasi sérülések, a bélfodor és más sérülések azonban életveszélyes sérülések voltak. Orvosi ellátás hiányában a hasüregi sérülésekből eredő belső vérzés a sértett halálát is eredményezhette volna rövid időn belül. A vádlott cselekménye életveszélyt okozó testi sértés büntettének megállapítására alkalmas az ügyészség szerint. Ez a bűncselekmény 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. A 19 éves vádlott letartóztatásban van. Büntetőjogi felelősségéről a pécsi törvényszék fog dönteni. Sportnapot tartott a Kaposvári Napkerék Egyesület és a Somogy megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház. A programon hátrányos helyzetű fiatalok vettek részt. Napsütéses időben ismerkedhettek meg a mozgás és a sportolás örömeivel az esélysportnap résztvevői. A több edző segítségével lebonyolított rendezvényre közel 80 fiatal érkezett. Lesz foci, kosarabda, csapatverseny, és minden olyan sportrendvények lesznek, amit a gyerekeket lekötés, és próbálnak velük olyan dolgokat is tenni, végezni, ami mondjuk fontos lenne számukra abban, hogy bemutassuk azt, hogy az esélyegyenlőséget hogyan tudnánk megvalósítani hétköznapi életben is. A programokat sorversenyek nyitották, a háttérben pedig bográcsban főtt az ebéd. A résztvevők kifejezetten élvezték a játékokat. Igazából nekem nagyon tetszik ez az egész. Tehát az, hogy iskola helyett itt vagyunk egy kicsit, meg maga a játékok is szerintem eléggé viccesek, ahogy nézem a többieket. Igazából nekem tetszik. És így kifejezetten melyik játék szimpatikus neked? Nekem a labdás játék, mikor bele kellett nekik, a karikába bele kellett nekik ugye a medicin labdákat dobni. Nekem az könnyű, de mégis nekem tetszik. A sportnap a játékok és sportbemutatók után egy ebéddel folytatódott, majd beltéri programokkal, így például Activity-vel zárult a rendezvény. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Bokréta ünnep a Tudás Központnál, az épület elérte a legmagasabb pontját. Sportcsarnok átadás Győrkönyvben, 46 millió forintból valósult meg a beruházás. Megújult az óvoda Kistormáson, teljes belső átalakuláson esett át az intézmény. Adomány a kórháznak, harmadik alkalommal segítettek vadászok a szekszárdi gyermekosztálynak. Pénteken már csak legfeljebb szemerkélés fordulhat elő, de erősen felhős borult marad az ég, mérsékelt északnyugati szél fúj. Jelentősen csökken a hőmérséklet, éjszaka helyenként kisebb eső is előfordulhat, sőt, hajnalban akár még hóra is számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!